Sziasztok! Mára ismét mézes kalácsos díszítési trükköket hoztam nektek. Ugye eddig csináltunk olyanokat, amit a tésztával tudunk megcsinálni úgy, amikor még nem sült meg. Csináltunk olyanokat, amihez a porcukros massza kell. Ennek segítségével pöttyökkel, csíkokkal, formákkal díszítettük a mézes kalácsokat. És már egy olyat hoztam nektek, amihez szintén ez a massza fog kelleni, de még ezen kívül kell hozzá stencil is. Tulajdonképpen ugyanaz a stencil, amit a bútorfestéshez is használunk. Tehát ezek igazából ezek a sablonok, ezt a bútorfestős videókban is mutattam már nektek. És ugyanúgy lehet használni hozzá a fehér masszánkat, mint a festéket tulajdonképpen, meg egyébként is vannak ilyen sűrűbb struktúrpaszta, meg gesztó, meg stb., ami hasonlóan viselkedik, mint ez a porcukros massza, amit kikevertünk, és nagyon-nagyon szépeket lehet így csinálni. Annyit kell tennünk, hogy megvan ugye a sablonunk, ráhelyezzük a mézes kalácsra, jó szorosan így odafogjuk, lekenjük ezzel a porcukros masszával a tetejét, így elsimítjuk, egyenletesre simítjuk, és utána leszedjük. És arra kell figyelni, hogy ne folyjon be ugye a sablon alá. És tulajdonképpen ennyi is az egész. Nyilván ezt azért érdemes párszor gyakorolni, mert nem annyira egyszerű ezt a stencét használni, meg rá kell érezni, hogy mire kell odafigyelni. Utána viszont gyönyörű dolgokat tudtok vele csinálni, úgyhogy lássunk is hozzá. Megmutatom, hogy miket csináltam. Van ő. Ennél egyébként kicsit féltem, mert ugye nagyon nagy ez a motívum, és attól féltem, hogy kicsit el fog csúszni. De annyira sűrű ez a massza, amit kevertünk, hogy ez gyakorlatilag így odafogta. Nagyon tetszik. Akkor van egy ilyen. Hoppá! Ez is nagyon szép. Valamelyik videóban említettem, hogy néha történnek ilyen váratlan dolgok. Nem szokott ez így ketté törni, most nem tudom, mi történt, hát ugye azért, mert többféle lisztből van, vagy egy teljes kiörésű, és akkor bár annak szerintem nem kéne, hogy ilyen hatása legyen. Mindegy, szerencsére ez, amint mondtam, jó ragasztásra is, úgyhogy majd visszaragasztom, de a motívum az nagyon szép. És ez az egy, amit direkt sütihez vettem. Ez szerintem inkább egyébként porcukorhoz, vagy valami más mászhoz találták ki, de ezzel is nagyon szépet lehet csinálni. Úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszenek, és próbáljátok ki mindenképpen, mert szerintem ha egyszer így ráéreztek ennek az ízére, vagy így a technikájára, hogy hogyan lehet szépen stencilezni, akkor így nagyon egyszerű, és hát látjátok, hogy milyen szép motívumokat lehet vele csinálni. Úgyhogy próbáljátok ki mindenképpen, és küldjetek nekem képeket, és írjatok, hogyha van valami kérdés, próbálom elmagyarázni, vagy megpróbálok rá válaszolni. És nagyon-nagyon köszönöm, hogy most itt voltatok velem, és akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!